Több kukorica és napraforgó termet. Az elmúlt évhez képest a felvásárlási, valamint a kereskedelmi árak is csökkenhetnek az ősszel betakarított növények esetében. Óraátállítás. Sok ember szervezetét megviseli, hogy vasárnap hajnal 3-ról 2-re állítottuk vissza az órákat. Rózsaszín séta Máté Szalkán. Bár a szűrővizsgálatok ingyenesek, a szabolcsi nőknek csak a 42%-a vett részt tavaly mammográfiai vizsgálaton. A kukorica és a napraforgó termés hozamára is kedvezően hatott a betakarítás előtti hónapok szárazabb időjárása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elmúlt évhez képest a felvásárlási, valamint a kereskedelmi árak is csökkenhetnek az ősszel betakarított növények esetében. Ennek legfőbb oka, hogy az elmúlt 5 év átlagához képest közel 10%-kal várható magasabb terméshozam. A mezőgazdaság több szegmensében okozott kárt a nyár végétől tapasztalt csapadékhiány. Az őszi betakarítású gabonanövények terméshozamára ugyanakkor ez épp hogy pozitívan hatott. Az Agrárminisztérium néhány héttel ezelőtti közleménye szerint a kukorica esetében az elmúlt 5 év átlagához képest országosan közel 10%-kal várható magasabb terméshozam, ez a javulás pedig megyénkben is tapasztalható. A nedvességtartalmak nagyon jók, 15-16-os kukoricákat takarítanak, meg így a szárítási költség jól csökken. Az átlagos évekhez képest a felvásárlási ár az egy ilyen 3600-3900 fölött beszélgetnek, illetve kínálgatnak, kinek milyen sikere van az értékesítésre. Ez ennél a nedvességtartalomnál nem mondható rossznak, és talán a megyére elmondható, hogy a kukorica a tavalyitól jobb termés átlagot fog hozni, ugyanis, ha visszaemlékszünk, az aratási időszakban kétszer is volt egy kisebb mennyiségű csapadék, ami a kukoricának pont akkor nagyon hiányzott. A napraforgó hozamával kapcsolatban Rácz Imre arról számolt be, megyénkben a tavalyi 2,9 tonna hektáronkénti termést sikerült meghaladni. Idén ugyanis több mint 3 tonna az átlagos érték. Hozzátette, a megmaradt, gyengébb termésen maradt felhasználatlanul. A napraforgónak a betakarítása körülbelül másfél héttel ezelőtt már be is fejeződött, úgyhogy ami esetleg kevés helyen ott látni napraforgót, az a vadaknak fog maradni télire, az már nem kerül betakarításra, ilyen mennyiség maradhatnak ott. Kukoricából ugyanis minden évben elő szokott fordulni az, hogy a vadaknak ott hagynak, ami olyan területek, amiket kár lenne, vagy nem éri már meg betakarítani. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint országos viszonylatban a napraforgó termés mennyisége 1,7-1,8 millió tonnára tehető. Kukoricából tavalyhoz hasonlóan 8 millió tonnát várnak. Ami utóbbit illeti, jelenleg világviszonylatban is árubőség tapasztalható, ami miatt a kukorica felvásárlási és kereskedelmi ára is csökkenhet a közeljövőben. Megkezdődött a téli időszámítás, az óraátállítás sok ember szervezetét megviseli. Hétfőre megérkezett a hidegfront is térségünk fölé, ez további problémákat okozhat az időjárás változásra érzékenyek számára. Egy harmadik tényező szintén tovább ronthatja az egészségi állapotot, Nyíregyházán ugyanis még mindig rossz a levegő minősége. Az órát már az ókori civilizációk is definiálták, az emberiség fejlődése során pedig egyre fontosabb szerepet kapott. Az első áttörést a mechanikus óra megjelenése jelentette, egy évezred elteltével mára pedig már bárhol megtudhatjuk a pontos időt. Ennek több szerepe, illetve előnye is van, az egyik ilyen az energiamegtakarítás. Magyarországon 1980 óta megszakítás nélkül alkalmazzák a téli és nyári időszámítást. Ezt egy Európai Uniós szabályhoz igazodva kormányrendelet szabályozza hazánkban. A fiatalabb Y és X generáció számára, akik 1980 után születtek, természetes az évenkénti óraállítás. Ők ugyanis már ebben a rendszerben nőttek fel. Az óraállítással évi mintegy 100-120 ezer megawatt óra villamos energiát takarít meg az ország, ami körülbelül 30-40 ezer háztartás, tehát egy közepes méretű magyar város teljes éves energiaszükségletével egyezik meg.
Ezt korábban a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT nyilatkozta televíziónknak. Ez pénzben is kifejezhető, mintegy 4-5 milliárd forintot jelent. Az újabb tanulmányok azonban azt bizonyítják, hogy az energia használatban mért különbség mára elenyésző. Az óra átállítás sok ember szervezetét megviseli, főleg azoknak okoz problémát az egyórás állítás, akik rendszeresen ugyanabban az időben szoktak lefeküdni és kelnek fel. Vasárnap hajnalban 3-ról 2-re állítottuk vissza az órákat. Ez a spóroláson túl olyan kellemetlenséggel is jár, hogy akik délután 4 és fél 5 között végeznek a munkában, ők ezentúl már sötétben mennek haza. Ha az óraállítás nem lenne elég, hidegfront érkezett térségünkbe, ami sokaknál fejfájást és vérnyomás ingadozást okoz. Ez mind az egészséges, mind pedig a beteg embert megviseli, hát különösen azok, akik érzékenyebbek rá. Mindig így ilyen misztikus dolog ez, hogy az időjárás változás vajon milyen módon hat az emberekre. Ezt azért biológiailag is meg lehet fogni, mert ugye maga az időjárás változás az légnyomás változással jár, a hőmérséklet változással jár, és a levegőben levő úgynevezett ionizációs sugaraknak a száma vagy mennyisége is változik. Ugye vannak emberek, akik ezekre érzékeny, különösen a légnyomás változások, gondoljunk csak a fejfájós emberekre, a gyomorpanaszos, a bélpanaszos emberekre, és hát ugye ez egyénenként változó, de azokat igen-igen megviseli. Az óraállításnak köszönhetően hiába aludhatnánk tovább egy órával, akik eddig heteken, hónapokon át egy fix időpontban ébredtek, ők nem tudnak később kelni, közölte az orvos, majd hozzátette, átlagosan 1-2 hét alatt tud hozzászokni a szervezet a téli időszámításhoz. Az elmúlt években mindig felemelte valaki a szavát az óraállítás ellen, tavaly pedig az Európai Unió is döntött. Akkor úgy gondolták, 2019-ben lesz az utolsó óraállítás, most azonban úgy néz ki, leghamarabb 2021-ben lehet végleges a döntés. Azért is sok a bizonytalanság még, mert az országoknak egymáshoz is igazodniuk kell, hogy végül a téli vagy a nyári időszámítást választják, illetve 3 időzóna is érinti az EU-s országokat. Egy harmadik tényező, ami a rossz közérzetért és a betegségekért felelhet, hogy még mindig rossz a levegő minősége Nyíregyházán, a szennyezettségi szint meghaladja a smog riadó riasztási fokozatát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint ennek az elsődleges oka a helytelen lakossági fűtési módok alkalmazása, az avar és kerti hulladék égetése, illetve a közlekedés. Ezért a központ nem javasolja sem a kültéri fizikai munkavégzést, sem a sportolást a gyermekek, az idősek és a légúti, illetve szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknek. A késő őszi időszakok mindig a smognak a megjelenésével párosulnak, és azért az előbb említett légnyomás, ionizációs sugár mellé a szállópor koncentráció, meg a kifejezetten rákeltő anyagoknak a koncentrációja, ha megnő, akkor már nem csak egy kellemetlen állapotról, hanem egy nagyon veszélyes állapotról is beszélünk. Én azt gondolom, hogy ebbe sokat kell még tenni, hogy Nyíregyháza ebbe előre lépjen, és egy szép, tiszta levegői város legyen. Az óra átállítás és a frontok is általában azokat viselik meg jobban, akiknek legyengült az immunrendszerük. Újhelyi János szerint hiába árulnak sok immunerősítő készítményt a patikában, orvosi értelemben nincs jelentése ennek a szónak. Az immunrendszer ellenálló képességét a friss levegőn való tartózkodás, a megfelelő pihenés és folyadékellátás javítja. A vitaminok tekintetében pedig a C és a D-vitamin ellátásról kell gondoskodni az őszi-téli időszakban. Olcsóbban kellene kapniuk a szabolcsiaknak a tűzifát, hangzott el a Mi Hazánk mozgalom hétfő délutáni sajtótájékoztatóján. A párt országgyűlési képviselője elmondta, jelenleg 3000 forintért kapható egy mázsa tűzifa, egy átlagos háztartás igénye pedig minimum 100 mázsa. Így a tél átvészelése több 100 000 forintba is kerülhet. Apáti István kiemelte, azokat a nagy családosokat kellene támogatni az áfamentes, olcsóbb tűzifával, akik több gyermeket nevelnek és munkajövedelemmel rendelkeznek. Nem pedig azokat, akik, ahogy a politikus fogalmazott, csak a sült galambot várják. A képviselő hozzátette, más módon is fontos lenne figyelni a rászorulókra. Azoknak az idős honfitársainknak is ugyanígy kellene segíteni,
az áfamentes tűzifán kívül a tűzifa kiszállításával, feldarabolásával, csapadékvédett helyre való bepakolásával, akár a közmunkások igénybevételével, akik fizikai állapotoknál, életkori sajátosságaiknál, egészségügyi állapotoknál fogva önhibájukon kívül sajnos erre már nem képesek. Bár a szűrővizsgálatok ingyenesek, a szabolcsi nőknek csak a 42%-a vett részt tavaly mammográfiai vizsgálaton. Ez a pénteken tartott rózsaszín sétán hangzott el Máté Szalkán. A merrák elleni küzdelem jegyében a rendezvénnyel új hagyományt is teremtettek, és faültetéssel zárták a sétát. Több mint 1000 ember indult sétára, rózsaszínbe öltözve péntek délelőtt Máté Szalka utcáján. A megmozdulást idén októberben már 5. alkalommal rendezték meg, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelemre. A jelképes 200 forintos regisztrációs díjért rózsaszín szalagot és zászlót kaptak a séta résztvevői. A regisztrációs díjakból támogatni fogunk városban élő és merrákkal küzdő embereket, hölgyeket. Most idén úgy tervezzük, hogy 2 hölgyet fogunk ebből támogatni. A sétánők is részt vesznek és beszédet is mondanak. Ezt ők szerették volna, maguktól vállalták, mi meg pedig örülünk annak, hogy szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy fontos a szűrővizsgálat. A rendezvény megnyitóján több hölgy is nyilvánosan vállalta betegségét, többen meséltek arról, hogyan sikerült feldolgozniuk magát a betegséget, a jelentkező depressziót és a kezeléssel járó nehézségeket. Volt olyan résztvevő is, akik korábban már sétáltak a városban. Titokban történt, tehát én nem tudtam róla, mivel ugye a kezelés, tehát ekkor kaptam a kezeléseket, és ha tudtam, jöttem dolgozni, ha nem akkor, tehát nagyon rugalmasan kezelte ezt nekem a munkáltatóm, és meglepetés volt számomra, hát persze, tehát leírhatatlan volt, tehát nem is tudom elmondani, nagyon-nagyon jól esett, és nagyon sokat jelentett. A rózsaszín séta nem csak arról szól, hogy a nők egymásnak erőt adjanak a folytatáshoz, a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívják a figyelmet. Évente 33 000 magyar ember hal meg daganatos megbetegedésben, ebből 2000 nő emlődaganatban. Bár a szűrővizsgálatok ingyenesek, tavaly a szabolcsi nőknek mindössze 42%-a vett részt mammográfiai vizsgálaton. Korai stádiumban felismerve ez a betegség nagyon jól gyógyítható. Erre szeretnénk ezzel a sétával felhívni a figyelmünket, az úgynevezett rózsaszín sétával, a rózsaszín, amely a reményt fejezi ki. Reményt arra, hogy teljes mértékben meg lehet gyógyulni ebből a betegségből, hogyha korai stádiumban ismerik föl. Nagyon örülünk annak, hogy a Máté Szalkaiak érzik ennek a fontosságát. 1455 aláírás gyűlt össze, támogató aláírás, amellyel az ebben szenvedő betegek gyógyulását segítjük. Az idei rózsaszín séta új hagyományt is teremtett. A környezetvédelem jegyében a korábbi héliumos lufik helyett papírzászlóval vonultak a séta résztvevői, amelynek végén 4 darab rózsaszín virágú japán cseresznyefát is ültettek. 3 ember súlyos, 4 ember könnyű sérüléseket szenvedett egy közúti baleset során a 41-es főút és a 403-as út körforgalmában. Egy kis busz sofőrje eddig tisztázatlan okokból letért az útvonalról és az árokba hajtott. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt 3 szabadnapos tűzoltó és egy szabadnapos mentő kezdte el a mentési munkálatokat. Az autóroncs felnyitásához feszítővasra volt szükség. A baleset sérültjeit kórházba szállították. Világbajnoki címet szerzett Tölgyes Dorottya, a nyírbátori asztali teniszező a lengyelországi serdülő világbajnokságon valamennyi mérkőzését megnyerve segítette aranyéremhez az Európa válogatottat. Tölgyes a héten egyéniben és páros számokban is asztalhoz áll Vladiszlavovóban. Megszerezte 3. győzelmét a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 hetedik fordulójában lejátszott mérkőzésen 32-26-ra verte a Békés Csabát. A kisvárda vasárnap az Érdet fogadja. Nehéz mérkőzésre számítottak a hazaiak, és az első negyed óra igazolta is a várakozásokat. 15 percig fejfej mellett haladtak a csapatok, 7-7 után azonban robbantott a kisvárda, és egy 8-1-es szakasz produkálva állva hagyta a Békés Csabát. A szünetre 15-10-es állásnál vonultak le a csapatok, és fordulás után sem változott a játékképe.
Bakó Botond együttese magabiztosan tartotta előnyét, a csabaiakban nem volt meg az az erő, amely a fordításhoz szükséges lett volna. Az utolsó percekben csak a győzelem mértéke volt kérdéses, a Kisvárda végül 6 gólos sikerrel örvendeztette meg szurkolóit. Sok energiát tettünk bele a mérkőzésbe, ha bár ez elmondható minden mérkőzésre. Azt gondolom, hogy a 15-20. Percre az első fél időben megtaláltuk a védekezésünket, és mögötte a Betty nagyon-nagyon jól védett. Azt gondolom, hogy ezt a mérkőzést elsősorban a védelmünkkel és a kapus teljesítményünkkel nyertük meg. Nagyon jól el tudtuk venni azokat a területeket, amelyekre készültünk, és megoldottuk. Aztán megtaláltuk egy kicsit a góllövőkesztyünket is, és támadásban is felnőttünk talán a feladathoz, még hogyha voltak hibáink akkor is, de örömteli, hogy egyre több játékosunk tud beszállni a mérkőzésbe, és egyre több játékosunk hasznosan tud beszállni a mérkőzésbe. A vendégek edzője a hiányzók miatt hasonló mérkőzésre számított, de Horváth Roland a vereség ellenére is igyekezett pozitívumokat találni a találkozóban. Ahogy mi a héten készültünk egy ilyen szintű csapat ellen, így nem lehet készülni, hogy úgy alázgatunk össze 6-7 embert, hogy edzeni tudjunk, de attól függetlenül tényleg nagyon-nagyon-nagyon a védekezésünk rossz volt, abban megint ugye, hogy megint egy kicsit magunkat valamilyen szinten próbáljuk védeni, egy Botó Rózsa azért rengeteget számít a védekezésünkben, ugye nem tudott, sajnos már héten megsérült, Hopez az sérüléssel szenved. Tehát azért mondom, hogy sok olyan összetevője van ennek a mai vereségnek, ami ahhoz adott ma következő, hogy jó kis utánpótlás meccset csináltam. Legalább abban láttam egy-két gyereket, aki elég is ügyes volt. Úgyhogy ennyi is, én további sok sikert kívánok a Kisvárdának, mi megpróbáljuk összekaparni, még jó valami van, és készülünk olyan mérkőzésekre, amiket meg tudunk nyerni. A forduló további eredményei a következők: Dunaújváros Győr 21-34, Ferencváros Mosonmagyaróvár 30-20, Albafehérvár Szent Istvánese 29-26, Érd Szombathely 38-21, Vác Siófok 27-31 és MDK Budapest Debrecen 36-33. A tabella élén a 16 pontos Győr áll megelőzve a 14 pontos Ferencvárost. A 7 ponttal 7. helyezett Kisvárda vasárnap a 4. helyen álló Érdet fogadja. Hátrányból fordítva 2-1-re verte az Egert a sényői futballcsapat. Az MB3 12. fordulójában játszott meccsen a 3 gól mellett 3 kiállítást is láthattak a nézők. A sényő szerdán a Magyar Kupában az MB1-es Mezőkövesdet fogadja. Nem kezdődött jól a hazaiak számára a mérkőzés, már az 5. percben hátrányba került a sényő. A 2. fél időben ráadásul emberhátrányba kerültek a hazaiak, mivel Klepácsot kiállította a játékvezető. A sényű hátrányban is nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, és egy baloldali akciót követően Kapacina Kevin közelről be is talált az egri kapuba. Nem állt le a házigazda, és a 72. percben Kapacina Valer jobblábas lövésével a vezetést is megszerezte a sényű. A 76. percben egyenlő lett a létszám, mivel Gajdát is leküldte a pályáról a játékvezető. Sőt, 2 perc múlva már a hazaiak voltak emberelőnyben, Valkai pirosat érő szabálytalanságát követően. A lefújás előtt nem sokkal Lizák végleg eldönthette volna a meccset, de az egri kapus hárítani tudott. Így maradt izgalom az 5 perces hosszabbítása is, de a 3 pont végül a hazaiaké lett. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés fog ránk várni, erre is számítottunk, amit az Eger játszott, rettentően szervezetten is jól védekeztek. Sajnos az elején egy nagy óriás egyéni hibából hátrányba kerültünk, és így még nehezebbé vált a saját dolgunk. Ezen a mérkőzésen azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem is sikerült annyi gólhelyzetet kialakítanunk, viszont 2-1-nél volt egy óriási lehetőségünk, amivel lezárhattuk volna a mérkőzést, de azt mindenféleképpen megemlíteném, hogy a 3 kiállítás ellenére egy sportszerű mérkőzés volt. Fiumei Viktor szerint a hátralévő őszi meccsek szempontjából is fontos volt, hogy legyőzzék az Egert. A fiúktól azt kértem, én is és a kollega is meccselőt, hogy egy a lényeg, hogy a mérkőzés végén mi 3 pontot kapjunk, az ellenfél pedig 0-t. Mondtam, hogy ezt bárhogyan abszolválhatják, egy gyönyörű szép gólgazdag parádés játékkal, akár egy öngóllal, hát ezzel is elégedett vagyok teljes mértékben. Az NB3 keleti csoportjának élén a Füzes Gyarmatál 27 ponttal megelőzve a 26 pontos Deacot. A sényő 18 ponttal a 7. helyen várja a bajnoki folytatást. Előtte azonban szerdán Magyar Kupa mérkőzésen az NB1-ben 2. helyen álló Mezőköves látog a sényőre. Azt tudjuk, hogy a Mezőköves most az NB1-ben is egy élcsapatnak számít, rendkívül jó formában vannak, tudjuk, hogy nagyon jó a keretük, nem csak az a standard játékosok, akik játszanak a bajnokságban, hanem gondolok olyan játékosokra is, akik a kispadon kevesebb lehetőséget kapnak. Most biztos, hogy ők meg fogják kapni a lehetőséget, és fűteni fogja őket a vágy, hogy bizonyítsanak a szakmai stábnak. Nekünk ez egy, úgymond tavaly sikerült egy NB1-es csapatot hoznunk a Ferencváros szempontjából, most egy Mezőköves, de
sikerül idehozni egy élcsapatot, azt gondolom, hogy nekünk egy felszabadult játékot kell játszanunk, élveznünk kell azt, hogy egy ilyen csapat ellen játszhatunk, reméljük, hogy minél többen kilátogatnak a meccsre, és egy élvezhető jó meccset tudunk játszani, megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A Sényő mezőköves mérkőzés szerdán 12 óra 30-kor kezdődik a Sényői sporttelepen. Egy gólos vereséget szenvedett hazai pályán a kisvárdai futballcsapat az NB1 tizedik fordulójában. A várdaiak a Puskás Akadémia csapatát fogadták, és a vendégek 1-0-ás győzelemmel távoztak a Várkerti stadionból. A Kisvárda szombaton Diósgyőrben lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A mezőgazdaság több szegmensében okozott kárt a nyár végétől tapasztalt csapadékhiány, az őszi betakarítású gabona növények terméshozamára ugyanakkor ez épp hogy pozitívan hatott. Ebből következik, hogy az elmúlt évhez képest a felvásárlási, valamint a kereskedelmi árak is csökkenhetnek az ősszel betakarított kultúrák esetében. Óraátállítás, hidegfront, rossz levegő minőség, ezek a tényezők mind egészségügyi problémákat okozhatnak az arra érzékenyek számára. Az óraátállításnak köszönhetően hiába aludhatnánk tovább egy órával, akik eddig heteken, hónapokon át egy fix időpontban ébredtek, ők nem tudnak később kelni, közölte az orvos. Újhelyi János szerint maximum 1-2 hét alatt hozzá lehet szokni a téli időszámításhoz. Bár a szűrővizsgálatok ingyenesek, a szabolcsi nőknek csak a 42%-a vett részt tavaly mammográfiai vizsgálaton. A merrák elleni küzdelem jegyében több mint 1000 ember indult sétára, rózsaszínbe öltözve Máté Szalka utcáján. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 28-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatásban erősen felhős vagy borult lesz az ég, főleg az éjszaka első felében fordulhat elő esőzápor. Az északkeleti szél megélénkül helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul. Napközben is sok lesz felettünk a felhő, majd estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Csak kis eséllyel fordulhat elő esőzápor. A szél időnként megélénkül, a legmelegebb órákban 11 fok körüli értékeket mérhetünk. Péntekig a változóan felhőség mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de a sok évi átlagnál hűvösebb idő várható éjszakánként fagyokkal, napközben pedig csak 10 fok körüli hőmérséklettel.